A Simon's Burger 2022-ben nyitotta meg első üzletét Budapesten, azonban alig két évvel később már országos étteremláncán nőtték ki magukat. Az étterem megálmodói Tóth Simon és Tóth Máté voltak, akik az amerikai hamburger kultúrát szerették volna elhozni Magyarországra is. Nagyon sokat jártunk ki a bátyámmal Amerikába, az USA-ba, és annyira megfogtak az ottani franchise hangulatok, és láttuk, hogy annyira rajonganak értük az emberek, hogy nagyon megtetszett nekünk ez az egész életérzés, és úgy voltunk vele, hogy valami hasonlót akarunk mi is itthon teremteni. A testvérpár álma egy üzletláncá fejlődött, és ma már 8 étteremmel büszkélkedhetnek, köztük a szombaton megnyíló székesfehérvári üzletükkel. Az Alba Plázában nyitott Simon's Burger vezetője Meretei Márkó, aki elmondta, fehérvári gyökerei révén mindenképpen a városban szerette volna megnyitni első vidéki éttermét. Ez egy alapvetés volt bennem, hogyha nyitunk egyet, akkor az első az fehérvári bázissal. Alapvetően a hat nagyvárost azt a Simon's Burger anyacég csinálja. Ugye ide beletartozik, ahol már nyitottak Debrecen, Győr, Budapest, ugye Budapest egyértelmű, és Miskolc, Szeged és Pécs. Ezt a Simon és a Máté csinálja, ők a tulajdonosai az anyacégnek, én a franchise-okat fogom vinni. A szombati megnyitón részt vett Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András is, aki ki is próbálta, miért ilyen népszerű a Simon's Burger. Ugyanis a nyitáskor az Alba Pláza megtelt fiatalokkal, és órákon keresztül kígyózott a sor az étterem előtt. A fiatalokat ez összehozza, közösségi dolog, és ez egy magyar étteremlánc. Úgyhogy örülök, hogy itt van Fehérváron. A szolgáltatások fejlesztése, növekedése, a verseny az csak jót tett a városnak. Bízom benne, hogy sikeresek lesznek Fehérváron, és azt is, hogy egyre többféle dolog lesz elérhető a városban. Ne kelljen a fiataloknak máshova másért elmenni, hanem itt tudjanak megkapni minden olyan szolgáltatást, ami tetszik nekik. A fiatalok körében népszerű hamburgeres letisztult kínálatát április 27-e szombattól a fehérváriak is minden nap élvezhetik.